Sziasztok, Krisztus Krisztián vagyok, és a Újpest Fradi minden eseményét kövessétek a Nemzeti Sport online-on. Sok szeretettel köszöntjük az NSO TV nézőit, illusztris vendégei vannak a Nemzeti Sport online televíziós stábjának. Neked melyik a legemlékezetesebb meccsed az Újpest ellen? Nekem a Megyeri úti 3-1-es győzelem, és a Fradi 3-0-ás győzelem a Üllői úton. Ez a két mérkőzés, ami mind a két mérkőzésen sikerült gólt szereznem. Megyeri úton egy olyan bajnoki mérkőzés volt, ahol valóban a bajnoki cím forgott kockán, és azzal a győzelemen mi is onnan úgymond egyértelművé tettük annak a évnek, hogy mi leszünk a bajnokok. És ott, 95 tavaszán, igen. 95 tavaszán, igen. És mi lettünk a bajnokok. Ez tényleg vízválasztó mérkőzés volt, mert Újpest is eléggé közel volt hozzánk, ha jól emlékszem. Tehát azzal, ha ott a Újpest nyert volna, akkor talán pont egyenlőség lehetett volna, vagy eléggé megközelített. Van a minket a lila csapat, de hál' Istennek sikerült nyernünk. Ugye látjuk majd az én gólomat is. Hát ott a kapufa, szenzációs gól. Én nem hibáztatnám, hogy azért látnánk egy hátsó kamera állást is. Akkor egyértelmű lenne. Ebből hülyeskedsz, jó van. Egyértelmű lenne, hogy nem tehetett róla. Igen. Ezután került be a Lajos, Lajos a csapatba, úgy emlékszem. Hát ugye itt is telt házott, ez meg régi stadion. Igen. Ez milyen érzés, amikor itt szaladsz a gól után? Ezt el tudod mondani? Ezt nem lehet elmondani szerintem, hogy milyen érzés gólt lenni, pláne egy Újpest Fradin. Egy bajnoki címet eldöntő mérkőzésen, ez tényleg leírhatatlan is. Semmi mással össze nem hasonlítható. Mégis nagy öröm számomra, hogy utána sikerült visszakerülnöm a Fradiba, és ugye itt ezen a Fradi Újpesten is az utolsó percekre kaptam csak lehetőséget, és hát óriási szerencse is természetesen, hogy az ember életében megadhatik, hogy jön egy olyan beadás, amit szokásomhoz híven befejeltem. Becsüktet a szemed. Rengeteg gólt fejeltem a pályafutásom alatt. Na, a kedvencek közé tartozik természetesen. Igen? Igen, és amit te is mondtál, hogy az ember a extázisban van ilyenkor, hogy én is az Újpest tábor felé kezdtem el rohanni, és akkor muszáj voltam még egy jó nagy kört futni, hogy a Fradi táborhoz fussak, vagy arra felé igazán. Ez volt talán a bajnok, ez volt a Déter Érottan a csapatnak a legjobb mérkőzése, legjobban sikerült mérkőzése.